Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Hamarosan elkezdődhetnek a munkálatok, két éven belül már építhetik a Duna hidat Mohácson. Büntethetnek a helytelen maszkviselésért, akár tízezer forint is lehet a bírság. Lázmérőzés helyett hűkamerás beléptetés 8 berendezést vásárolt a Pécsi önkormányzat. Adó trafipaxos tapasztalatok az idei nyáról hasznosak és adózó barátnak tartják az előrejelzést az érintettek. Másfél-két éven belül megkezdődhet a Dunahíd kivitelezése, jelentette be Parkovics László innovációs és technológiai miniszter csütörtökön. Mohács az ország stratégiailag kiemelt fontos területének számít, és a város nagy álma valósulhat meg azzal, ha a közeljövőben egy közforgalmú kikötő létesül, valamint ha megépül a várovárt Dunahíd, mondta a politikus. Mohács az ország stratégiailag kiemelten fontos területe, ezért az M6-os gyorsforgalmi út országhatárig történő meghosszabbításának, valamint a kereskedelmi kikötő és a Mohácsi Dunahíd megépítésének kulcs szerepe van a város és az egész ország szempontjából. Magyarország kormánya arra törekszik, hogy az autópályák hálózata sugarassá váljon, fogalmazott Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a csütörtöki Mohácsi sajtótájékozására sajtótájékoztatón. El van egy kicsit részben Mohácsnak a két része, részben pedig a Dunántúl része, az Alföldi része. De, tehát ezért mindenképpen a híd önmagában is fontos, de ennek hídnak nem csak ez a jelentősége, hanem ez a híd ez egyébként egy országos hálózati rendszernek az eleme, egy olyan csoportnak, ami megkezdődik Sopronnál és Nyíregyházánál egy véget, és egyébként az ország határ mellett, vagy az ország tesz közel köti össze ezeket a városokat. A nemzeti emlékezet politika kiemelt eseménye lesz a Mohácsi csata 500. év. Fordulója 2026-ban. Az emlékév előkészítése megkezdődött, és az évfordulóig a városnak rendkívüli fejlesztéseket kell megvalósítania, mondta Hargitai János, a terület országgyűlési képviselője. Ilyen évek előtt állunk, ami amikor gyakorlatilag minden magásról fog szólni. Egyrészt stratégilag fontos helyen vagyunk, és ez fejlesztéseket induk el, és előttünk van egy olyan emlékezett politikai esemény, egy olyan hatalmas nemzeti eseménysor, amit a kormány meg fog emelni, amit a kormány irányítani fog, mohács kerül a fókuszba, és ez nagyszerű fejlesztésekre ad lehetőséget. A néhai polgármester Szekó József munkássága alatt megkezdett nagy léptékű fejlesztéseket folytatni kell, és Mohács nagy álma valósulhat meg azzal, ha a közeljövőben egy közforgalmú kikötő létesül, valamint ha megépül a várva várt Dunahíd, fogalmazott Pávkovics Gábor alpolgármester, polgármester jelölt. Járnak át a szigeti lakosok a városunkba, nem tudják használni megfelelően az infrastruktúrát, komoly problémákat okoz nekik a közlekedés. Amennyiben megépül a Duna híd, akkor egy új városrész kerül kialakításra a szigeti oldalon, egy olyan kertvárosi terület, ahol új lakóterületeket tudunk kialakítani, és az ott lakók sokkal könnyebben el fogják tudni érni majd a megépített városi infrastruktúránkat. A Dunahíd, mely összeköti az ország keleti és nyugati részét, Mohács számára ipari és otthonteremtési lehetőségeket is biztosít majd. A kivitelezés másfél-két éven belül kezdődhet meg. 951 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 20.450 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Baranyában 15 új fertőzöttet azonosítottak, elhunyt 8 krónikus beteg, így az elhunytak száma 702 főre emelkedett. 4644-en pedig már meggyógyultak az aktív fertőzöttek száma 15104 fő. Baranyában 15 új fertőzöttet azonosítottak, a számuk a járvány kezdet óta 424. 5, de akár 10.000 forintos bírságot szabnak ki a Pécsi buszokon, ha az utasok szabálytalanul vagy egyáltalán nem viselnek maszkot. A napokban életbe lépett szigorítás kötelezővé tette a száj és az orr eltakarását, amit ellenőrizni is fognak a tömegközlekedési eszközökön. Emellett ezt jelleggel 10 kézfertőtlenítőt is felszereltek a járművekbe, melyeket az utazó közönség használhat szigorú büntetés járhat azért, ha valaki helytelenül vagy egyáltalán nem visel szájmaszkot utazás közben. A szeptember 21-én életbe lépett szabályok értelmében a tömegközlekedési eszközökön a hat éven aluliak kivételével mindenkinek kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk, sál vagy kendő viselése. Pécsett a tükebuzéjelté járatain pénzbüntetést is kell fizetniük a szabálytalan utasoknak. Megkérdeztük, mit gondolnak a kötelező maszk használatról a pécsiek. Én helyeslem ezt a dolgot helyeslen, hogy maszkot kell hordanunk, egymásért felelősséggel tartozunk. És azt tudta, hogy ha rosszul viselik, vagy egyáltalán nem viselik a maszkot, akkor pénzbírságot is kiszabhatnak? Persze, tudom. Mindenhol azt mondják. Rádió, TV mindenhol ezt mondja. Az az igazság, hogy sokan nem viselik. És most már büntethetnek is, hogyha hát nem viseljük jól. És én büntetnék is az ő helyükbe, mert se a cigarettáért nem büntetik már a népet, mert ott bagóznak a a udvarokon, meg a buszmegállókban nem, nem büntetik. Nekem másképp nem lehet fegyelmet tartani, mert ez roppan nehéz. De én, én nagyon fontosnak tartom, hogy amit legalapvetőbb védekezési mód, ezt be kell tartani a kezdet. Pécsi közösségi közlekedését felelős cégjáratain 5000 forint pótdíjat kell fizetniük azoknak, akik nem a kormányrendeletben meghatározott módon viselik a szájmaszkot. Amennyiben a helyszínen nem fizetik meg ezt az összeget, úgy akár 10 000 forintig is rúghat a bírság mértéke. A pénzbüntetés azonban nem az egyetlen újdonság, amit bevezettek a Pécsi buszokon. A járműveket rendszeresen szellőztetik és fertőtlenítő szerekkel takarítják. Mostantól pedig el a fertőtlenítésre is nyílik lehetőség. A Tökebúz ZRT munkatársai elektromos szenzoros, érintésmentes készfeltőtlenítő eszközöket is felszereltek 5 elektromos és 5 hagyományos autóbuszra is, ezzel is elősegítve a kézfeltőtlenítő használatát, ez is kötelező, amint felszállnak az utasok a buszokra. Az érintésmentes készfeltőtlenítő adagoló eszközök működésével és használatával kapcsolatban gyűjtött tapasztalatok alapján kerülhet sor további járműveken is az adagoló berendezések felszerelésére. Hőkamerákkal fogják kiszűrni a lázas belépőket a Pécsi önkormányzati intézményeknél másfél hónap múlva, ugyanis megvan a nyertes cég, amelyik leszállítja a telepítés, működteti a berendezéseket. Erről számolt be stábunknak a Baranyai Megyeszékhely Gazdasági Bizottságának elnöke. Összesen 8 a testhőt érzékelő kamera kerül a város tulajdonába. A beruházás 14,5 millió forintba került, amit két év alatt fizet ki az önkormányzat. Megvan, melyik cég szerzi be és szereli fel a pécsi hőkamerákat az önkormányzati épületekben, mondta a héten stábunknak a Városgazdasági Bizottságának elnöke. Az egyik hazánkban is ismert mobiltelefonos multicég nyerte a közbeszerzést. A hőkamera beszerzésben sikerült dönteni, a beszerzés indul és a szerződésben 6-7 hét van a teljesítésre, amikor azt jelenti, hogy olyan másfél hónap múlva már üzemelni fognak a hőkamerák az önkormányzati intézményeknél. Összesen 8 hőkamerát vásárol a Pécsi önkormányzat. Ezekből a Városházára és a kosutéri épületébe helyeznek el egyet-egyet, a többit a szociális intézményeknél és a család segítőnél szerelik fel. Annyit tudok mondani részleteket, hogy kb. 14 millió forintos a, a beruházás ez a hőkamera az eléggé új technológia, tehát azért én személy szerint is kíváncsian fogom várni, hogy ez konkrétan mit is fog jelenteni. A szerződésben pontosan le van írva minden technikai specifikációnak meg kell felelni. Az előterjesztés szerint 14,5 millió forintba kerülnek a hőkamerák és a működtetésük. Ezt az összeget két év alatt fizeti ki a Pécsi önkormányzat. Még idén nyáron döntöttek úgy a városházán, hogy a járvány miatti videkezéshez kellenek ezek az eszközök. A hőkamerákról, működtetésükről, telepítésük után bővebben beszámolunk majd. Várhatóan normál menetrend szerint zajlanak az idei őszi érettségi vizsgák a szigorú óvintézkedések betartásával. Erről is beszélt egy interjúban Szerdán Hajnal Gabriella Klebensberg központelnöke. Elmondta, a korábbi őszi időszakhoz képest idén magasabb lesz a vizsgázói létszám. A szokásosnál több lesz az emelt érettségi, és most vizsgáznak azok is, akik előrehozott érettségit akarnak tenni tavasszal, de akkor nem lehetett azokat megtartani. A nagy vizsgázói létszámú iskolákban tanítás nélküli munkanapok is lehetnek az érettség időszakában annak érdekében, hogy elkerüljék a zsúfoltságot az épületekben, és tartható legyen a védőtávolság. Egyelőre nincs szó arról, hogy ne tartanak meg a szóbeliket. Nyolc új térfigyelő kamerával bővül a biztonsági rendszer hamarosan Pécs keleti város részében. A berendezések többek között a hétszín szín virágóvod előtt a fekete Gyémántéri és a kis hegyi dűlő garázsainál kapnak majd helyet. Emellett a Komlói út kettes szám alatt is elhelyeznek egy kamerát, hiszen itt található az a pénzintézet, amit rövid időn belül kétszer is kiraboltak. Az elmúlt hetekben komoly rendőrségi akciók voltak a városrészben, ezért is van szükség a bővítésre, már lezárult a közbeszerzési eljárás is, így hamarosan ki is kerülnek az eszközök. Tudjuk nagyon jó, hogy a keleti város részben nagyon komoly gondok vannak a közbiztonsággal. Nyilván ennél a nyolc kameránál nem szeretnénk megállni, hanem olyan terveink vannak, hogy nagyszámmal szeretnénk még kamerákat elhelyezni, mind a keleti város részben, mind pedig a város ö, többi részén is. Illetve fontos megemlíteni, hogy még idén nagy valószínűség, nagy valószínűség szerint átadásra kerül a, a közbiztonsági centrum, amitől szintén azt várjuk, hogy azért ö, az ott uralkodó állapotokban azért sok mindenen ö, javítson ez a megoldás. A Borussia Dortmundot és az angol másodosztályt is megjáró 29 éves erőcsatár Bajner Bálint az MB2-es PMFC-ben folytatja pályafutását. A játékos elmondta, a klubnál zajló szakmai munka a vezetőség, valamint a vezetőedző személye, és nem utolsó sorban a szurkolók miatt döntött a Pécsi klub mellett. Nagyon jó támadó focit játszik a csapat, a mérkőzések során rengeteg helyzetet dolgoznak ki. Az a cél, hogy minél sikeresebbek legyünk a bajnokságban és kiszolgáljuk a szurkolókat, hiszen értük van a foci, hangsúlyozta a Bajner Bálint. Kucsár Árpád szakmai igazgató hozzátette, Bajner Bálint leigazolása mellett még egy középpályással erősítenék meg a keretet. Az adózók többsége szerint az adótrafipaxos tájékoztatás hasznos, mert adózóbarát hozzáállása a naftól, mondja a hatóság baranyai sajtó referense a nyári ellenőrzések tapasztalatairól. Idén a járványhelyzet miatt kevesebb ellenőrzést végeztek. A tevékenységi körök a vendéglátóktól a kereskedőkön, alkalmi át, egészen az edzőtermekig, taxiszolgáltatásig terjedtek. Az előre közölt ellenőrzési nap település megadását figyelték az adózók, sok esetben felkészülten várták a revizorok érkezését. Értékelték a nyári ellenőrzéseket a Baranya megyei NAV munkatársai. Az elvégzett 284 ellenőrzésnek csak a 7%-ában találtak szabálytalanságot az ellenőrök, míg tavaly ez az arány 18%-os volt 375 ellenőrzésből. A nyugta is a számladást ellenőrizték, a szabályos foglalkoztatást, valamint az online pénztárgépeknek a szabályos használatát. Az adó trafipax ellenőrzéseknek általános tapasztalata, hogy a az előre meghatározott ellenőrzési napokon megnövekednek a nyugták kiadási száma, illetve a forgalom is jelentősen megnő ezeken a napokon. Valamint további tapasztalat, hogy ezekre a napokra több dolgozót jelentenek be az adózók. De voltak olyan ügyfelek, ahol felkészülve várták a revizorokat. Ugyanis már nem csak települések, tevékenységi körök szerepeltek az előrejelzésben, hanem konkrét helyek is, akár utcára is leszűkítve az ellenőrök érkezését. Előfordul az is, hogy az adózók nem várják meg, hogy a helyszínen a revízorok állapítsák meg a hiányosságokat, hanem már felkészülnek az ellenőrzésre, utána néznek a dokumentumoknak, bevallásoknak, bejelentéseknek, és a hiányosságokat pótolják. Így sokkal kevesebb megállapítás születik ezeken az ellenőrzési napokon, tehát tulajdonképpen az adó Trafipax előrejelzései a jogkövető magatartás felé terelik az adózókat. Az ellenőrzések során a revizorok kilenc alkalommal be nem jelentett alkalmazottat találtak. Két esetben késedelmesen került sor a foglalkoztatott bejelentésére, két alkalommal a nyugtadás maradt el, négy adózónál a pénztárgép hiányzott, két alkalommal a pénztergépen az éves felülvizsgálatokat nem végezték el, és két esetben hibás áfakulcsot alkalmaztak az adózók. A higiéniai szabályok betartásával rövidített órákkal kis csoportokban megkezdte új tanévét a Konfuciusz Intézet kínai iskolája. A gyerekek között vannak olyanok, akik most ismerkednek a kínai nyelv és kultúra alapjaival, de vannak olyanok is, akik sikeres nyelvvizsgát tettek, vagy arra készülnek. Mivel a tanárok egy része nem tudott visszajönni Kínából, új oktatókat és új beosztást kellett készíteni. Első kínai órájuk van a gyerekeknek ebben a tanévben, kezüket már fertőtlenítették, és Szájmaszkban egymástól több mint másfél méterre ülnek. Réka három éve kezdte az iskolát, most a nyelvvizsgára készül. Amivel járok ide, és um, hát szeretem ezeket a játékos foglalkozásokat, és. Um a kínai tanárnők is nagyon kedvesen próbálják meg, megcsinálni ezt az órákat. A kínai iskola hatodik évfolyamát kezdte meg szeptemberben. A kezdők közül öten a nyári napközi hatására iratkoztak be. Vannak olyanok is, akik Rékához hasonlóan a gyereknyelvvizsgára készülnek, de a legnagyobbak már az első felnőtt nyelvvizsgát is letették. Új tanárok vannak. Mégpedig úgy kellett megoldani, hogy mivel nem jöhettek Kínából az új tanárok, az itt lévő és dolgozó kollégákat sűrűbb beosztással megoldották, hogy hogy ők, ők maradtak két kisebb hosszabbításokkal, és így nagy örömünkkel szolgál, hogy minden csoportnak megvan a felkészült tanára. Lulu is új oktatója a kínai iskolának. Lulu vagyok, én kínai vagyok, én éves. Lulu, amellett, hogy a Konfucius Intézet önkéntese, az orvostudományi kar, PhD hallgatója és a Bánki Donát utcai általános iskola tanára, örömmel vállalta az új kihívást. Ma az első órán csak ismerkedünk, fontos, hogy kicsit többet megtudjunk egymásról, és hogy feloldódjanak a gyerekek. A jövő hét pedig nagyon izgalmas ünnep lesz, hiszen Kínában az ősz közép hold ünnepet tartjuk. A kínai tudásukhoz mérten ismertetem meg őket az új év utáni második legnagyobb fesztivállal, és valószínűleg a hold sütit is megsütjük. A középhaladó csoportba járó tanulók gyereknyelvvizsgálja a tervek szerint az ősz folyamán lesz. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Egyeztetést kezdeményezett a Szexádon épülő úszodával kapcsolatban a város polgármestere a kivitelezésért felelős állami cégvezetőivel, mert a munka nem a megfelelő ütemterv szerint halad. A megbeszélésre Ács Rezső és a cégvezetők között csütörtökön került volna sor, ám szerdán vállatlanul fordulatot vett az úszoda ügye, Bomba Gábor az ilyen szexált frakció elnöke ugyanis feljelentést tett a rendőrségen, mert szerinte hűtlen kezelés gyanúja merült fel a kivitelezés során. Ássezső viszont azt mondja, a munka ugyan lassabban halad a tervezetnél, de az ő lelkiismerete tiszta, az úszodának pedig el kell készülnie. A polgármester szerint a feljelentéssel Bomba Gábor olyan rájuk nézve kínos ügyekről akarja elterelni a közvélemény figyelmét, mint hogy például ő és Csötönyi László hónapokon keresztül nem szerepeltek a köztartozásmentes adózók listájában, pedig ezt minden önkormányzati képviselőnek kötelezően előírja a törvény. Csütörtökön ült volna tárgyalóasztalhoz Ács Rezső, polgármestere a városban épülő úszoda kivitelezésért felelős 100%-ban állami tulajdonú projekt cégvezetőivel. Arról egyeztettek volna, hogy miért nem készül el időre a létesítmény, és hogy milyen megoldást lehet arra találni, hogy a szekszárdiak minél előbb használatba vehessék azt. Csak hogy szerdán délelőtt váratlan fordulatot vettek az események. Bomba Gábor az ilyen szexer frakció vezetője ugyanis megválasztásuk óta másodszor tartott sajtótájékoztatót, hogy elmondja feljelentést tesz, mert szerinte hűtlen kezelés gyanúja merülhetett fel a kivitelezés során. Hatalmas kockázat van ebben, hiszen hogyha elveszik a forrás, akkor a városnak vissza kell fizetni közel egy milliárd forintot, és akkor csődbe megyünk. Én úgy gondolom, hogy egy felelős vezetés ideig nem juthathatta volna el

Csak hogy Ácsrezső szerint éppen az ilyen frakció az, akik miatt jelentős csúszásban van az uszoda, erről a Rádió egynek adott interjújában beszélt Szerdán szexárt polgármestere. Az ilyen frakció volt ugyanis, akik megbíztak egy szakértőt, aki felmérte a létesítmény állapotát, majd közölte, hogy kisebb hibák ugyan vannak, ám az építkezés befejezhető. Ekkor az ilyen vezette gazdasági bizottság kiegészítést kért a szakértőtől, mert Ácsrezső szerint a véleménye nem vágott egybe azzal, amit a többségi frakció akart hallani. Nem azt írta le, amit a többség gondolt, hogy le fog írni, ezért nem fogadták el. Most a végső esetükben, miután szakértők nem adják a nevüket olyanhoz, amelyel nem értetek egyet, és nem fogadják el azt, amit kérnek tőlük, tehát ők a szakmai kompetenciájuk alapján szeretnék leírni a véleményüket, ezért most tulajdonképpen előséghez, ügyességhez fordulnak annak érdekében, hogy ez hiáték, ez végig menjen. Én teljesen nyugodt vagyok egyébként, sőt, várom a vizsgálatnak a végeredményét. Ács Rezső szerint a feljelentéssel Bomba Gábor az olyan rájuk nézve kínos ügyekről akarja elterelni a közvélemény figyelmét, mint hogy például ő és Csötönyi László hónapokon keresztül nem szerepeltek a köztartozásmentes adózók listájában, pedig a törvény szerint ez minden önkormányzati képviselőnek kötelező. Ács Rezső úgy véli, hogy az ilyen szexált frakciónak semmi más célja nincs, mint hogy minden lehetséges módszerrel megakadályozza az előző városvezetés által kezdett fejlesztéseket. Ezt a háborús állapotot, ezt az éjjel szexált saját a városba. Elmondtuk a kampányban, hogy ez a helyzet fog kialakulni. Sajnos kialakult ez a helyzet, és nem arról szólnak a hétköznapok, ünnepnapok, hogy merre szeretne a város fejlődni, hogy szeretnénk beruházásokat eszközölni, hanem arról, hogy hogy lehet elgáncsolni a folyamatban lévő fejlesztéseket. Én ebben nem voltam, és nem leszek partner. Mindig ki fogok állni azért, hogy a város érdekében megvalósuljanak a fejlesztések. Átsezső azt mondja, egyelőre megvárja a rendőrség döntését, majd egy esetleges vizsgálat lezárulását. Azt követően pedig, ha bebizonyosodik, hogy Bomba Gábor csak a közvélemény hergelése céljából tett feljelentést, akkor a polgármester is megteszi a szükséges jogi lépéseket. Hétfőtől a szigorítások értelmében már kötelező a szájmaszk használata nem csak a vonatokon, hanem az aluljárókban fedett utasperonokon is. Bár az utazó közönség 95%-a együttműködő és jellemzően elég csak a jegyvizsgáló figyelmeztetése, vannak esetek, amikor maszk nélkül próbálnak megutazni, vagy a felszólítás ellenére sem megfelelően hordják a maszkot a vonatokon. Ezeket az utasokat korábban csak figyelmeztették, most azonban már pénzbüntetésre is számítaniuk kell. Egy vizsgálóknak pódiát kell felszámítani, 8000 forintos pódiát, hogyha valaki nem megfelelően vagy egyáltalán nem viseli a maszkot. Ebből adódóan akadnak konfliktusok is, sőt késések és vonatámaradások is, hiszen nem minden utas együttműködő akár Budapest elővárosában, akár országos szinten is ki lehetne emelni példákat. 10-20-30 perces késések voltak amiatt, hogy többen nem viselték a maszkot, és nem voltak együttműködők egy vizsgálóval, ezért rendőrt kellett hívni. Nem érheti semmiféle hátrány vagy többleter azokat az állampolgárokat, akik igénybe vették a hitel moratóriumot. Tévesek azok az információk, melyek szerint a moratóriummal élő családoknak vagy vállalkozásoknak jóval többet kell majd visszafizetni. Binner István a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője szerint legfeljebb a futamidő hossza változhat a moratórium igénybe vevők körében. Jogszabály garantálja azt, hogy a törlesztési moratóriummal élőknek nem nőhet meg a havi törlesztő részlete a 2020. januári állapothoz képest. Ennek ellenére számos tévhit a témában különböző sajtóorgánumokban és a közösségi médiában is. A másik téves híradás arról szólt, hogy az ügyfelek, a moratóriumot igénybevő ügyfeleknek az összes terhe jócskán megnőne, ez is tévedés. A moratórium alatt ugyan a tőkére kamatot számítanak a bankok, azonban ezt nem csapják hozzá az eredeti tőke tartozáshoz, tehát nem lesz kamatos kamat, hanem gyakorlatilag megnyúlik a futamidő, azonban ez nem jelent jelentős, semmiféle jelentős tehernövekedést. Egy konkrét példát nézve egy olyan hitel esetében, amely még 10 millió forint tőketartozást mutat, 10 év van vissza a futamidőből, és 4,5 százalékos fix kamatozású. A moratórium igénylése esetén azt jelenti, hogy a futamidő mindössze 5 hónappal hosszabbodik meg, magyarázza a szakember. A havi törlesztő részlet egy esetben változhat csak, teszi hozzá Binder István. Azok az ügyfelek, akik változó kamatozású hitelt vettek annak idején igénybe, az ő esetükben természetesen a változó kamatozású hitel jellemzőjénél fogva nőhet vagy akár csökkenhet is a törlesztő részlet, azonban ehhez nincs köze a moratóriumnak, ez a változó kamatozású hiteleknek a jellemzője, független tehát a moratóriumtól. A hiteltörlesztési moratórium bevezetésével összességében 2000 milliárd forint maradt a családoknál, vállalkozásoknál. További jó hír, hogy a kormány a múlt héten döntött arról, hogy a társadalmilag fokozottan rászoruló ügyfeleknek további fél évvel meghosszabbítja a moratóriumot. Ez szerint 2021. június 30-áig nem kell törleszteniük még a munkanélkülieknek, a gyereket nevelő családoknak, a nyugdíjasoknak és a közmunkásoknak sem. Egészen elképesztő jelenet sort rögzített egy ipari kamera Simon tornyán egy vasúti átjáróban. Egy kocsi először áttörte a sorompot, majd a sinekre hajtott, egy pillanaton múlott csak, hogy nem hajtott bele az arra közlekedő vonat hátulról. Ám az álmok futás még ezután sem ért véget. A kocsi sofőrjének egy nőnek hamarosan a bíróság előtt kell felelnie, érthetetlen ért. Piros Karika jelöli a szabálytalanul közlekedő terepjárót. Mutatjuk lassítva, hogy először áttöri a sorompot, majd rákanyarodik a sínekre, és el is indul azokon. Néhány másodperccel később pedig letér, de csak pillanatokon múlott, hogy a kocsi mögött nagy sebességgel érkező vonat nem tarolta le a járművet a benne ülő sofőrrel együtt. Ekkor viszont még mindig nem ér véget az érthetetlen álmokfutás. A kocsi újra felhajt a sínekre és újra elindul azokon, majd megáll néhány métert haladva. Ekkor szemtanúk szaladnak oda, akik segítenek megtalálni a helyes irányt a sofőrnek. Az egészen elképesztő jelenet sorban rendőrség ügy lett. A kollégáim azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és az eljárás során kiderült, hogy a járművet egy 65 éves Veszprémi nő vezette, akit gyanúsítottként hallgattak ki az ügyben, gondatlanságból elkövetett vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetett. A nő végül beismerte, amit a kamera amúgy is rögzített, de hogy miért csinálta az elképesztő jelenetet, azt nem tudta megmagyarázni, Ennél a vasúti átkelőnél egyébként az elmúlt hónapokban többször is letörték már az arra közlekedő autók a sorompót. A rendőrség szóvivője azt kéri, a vasúti átkelőket minden közlekedő fokozott óvatossággal közelítse meg. Akkor is tekintsenek körül, amikor a vasúti fényjelző készülék mutat, tehát a szabadon át lehet hajtani a vasúti átjáróban, illetve amikor mozgásban van a sorompó, vagy az már éppen akkor mindenképpen álljanak meg, és csak a sorompó felemelkedése és a szabad mellett induljanak el újra. A vasúti sorompót letörő, majd a sínekre többször is felhajtó nő akár több év börtönt is kapott tettéért. A régió híre után fontos a baranyai témáink még egyszer egy, -egy mondatban. Hamarosan elkezdődhetnek a munkálatok, két éven belül már építhetik a hidat Mohácson. Büntethetnek a helytelen maszkviselésért, akár tízezer forint is lehet a bírság. Lázmérőzés helyett hűkamerás beléptetés, 8 berendezést vásárolt a Pécsi önkormányzat. Adótrafi tapasztalatok az idei nyáról hasznosak és adózóbarátnak tartják az előrejelzést az érintettek. Pénteken nyugaton már reggeltől esett, napközben pedig egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, a nyugat és középső ország részben heves zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél erős viharos lesz, délután 16-28 fok ígérkezik, nyugaton lesz hűvösebb. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Alnaponta a friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már a köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!